A néptáncsoport 1981-ben alakult, egy farkasgyepői erdész és kollégánk, pedagógusnő felesége Erzsike alapították. Egy gyermekjátékkör alakult tulajdonképpen, nemzetiségi játékokat állítottunk a színpadra, és ezekkel jártuk a környék nemzetiségi lakta területeit. Különös értéknek tartom, hogy a gyermekeik, akik az általános iskolából elmentek, saját maguknak volt olyan igényük, hogy hadd táncoljanak tovább. Több utcában is csak az egyik oldalon épült járda a 60-as években a környék utcarendszerének kialakításakor. Azóta ezek elhasználódtak. A szennyvíz csatornahálózat kiépítését követően ezért a következő fejlesztési lépés a járda felújítás, illetve építés. Ezzel párhuzamosan a Galamb utcában is dolgoznak. A Vasari úton a nyáron korszerűsítették a csapadékvízelvezető rendszert. Most végzik a járda felújítást az út mindkét oldalán. Lukács Péter 1978-ban született Pápán. Erkeles volt, alsósként a Bartók Béla zeneiskolában fuvolázni is tanult. Ez azonban csak egy rövid ideig tartó közjáték volt. 1988-ban megkapta első elektromos gitárját, s utána már pár éven belül jöttek a sikerek. Sose gondolkodtam azon, hogy valami mással foglalkozzak. Tehát az biztos, hogy ezt kezdettől fogva tudtam, hogy zenélni fogok, és azon belül is ugye elsősorban a gitár, az lesz a fő hangszerem. Lukács Péter több mint 6 éve a Bikini együttes gitárosa. Sikeres zenész. Mint mondta, az eredményekhez nem elég, ha valaki tehetséges. A jellem, az alkalmazkodó képesség is sokat számít. Az óvodai nevelési programok egyik kiemelt területe az egészséges életmódra nevelés. Ez az óvodai mindennapokat is átszövi, mondta el híradónknak Lackó Lászlóné, a Huszár lakótelepi tagóvoda vezetője. Az óvoda pedagógus beszélt arról is, milyen módszerekkel hozzák közelebb a gyermekekhez a témát, és hogy sajátítják el játszva a gyerekek az egészséges életmódhoz szükséges információkat. Ehhez nyújtott segítséget a mai egészségnapon Szabó Ildikó gyógytornász és dr. Lőrinc Matild gyermekorvos. A doktornő látványos módon szemléltette a bacillusok és vírusok terjedését. Az egészségnapon Szabó Ildikó gyógytornász mozgatta meg a gyerekeket, a mozgás során gyakorolták a helyes levegővételt, az irányokat, az oldaliságot és a megfelelő testtartást is. A csoportokban pedig több felül is körbejárták a témát az óvónők.